mellett tagja az Országos Képző és Iparművész Társaságnak, az OKIT-nak, majd 2006-ban 9 társával, művész társával Debrecenben létrehozta ennek helyi csoportját, ami most DAK néven fut, ennek módja vezetője. Művész, mikor alkot, alkotásaiban a személyiség jegyei óhatatlanul megjelennek. Milyen ember Nóbi? Hát először is egy ilyen nyitott ember, aki ugye a világra rácsodálkozik, mindennek felett szereti, nem engem, hanem a természet. Sokoldalú művész, kezdetben grafittal, szénnel, olajjal dolgozott, az utóbbi időben pedig inkább pasztellel és akrillal alkot, elsősorban pointillista, impressionista stílusú. Alkotásai számosak, megtalálhatók úgy Magyarországon, mint külföldön is most már, egyéni és közösségi gyűjtemény, közgyűjteményekben is. Thank you.
tudnak. Alkotásaival számos elismerést vívott ki magának, még pályájának kezdetén vett részt egy országos plakát versenyben, ahol első és második helyezetti elismerésben részesítették. Nagyon büszke arra, hogy 10 alkalommal zsűrizték le képeit a debreceni őszi táblatra. 2008-ban a velencei tavi festőverseny fődíjasa volt, majd 2019-ben a debreceni egyetem képzőművészeti táblat különbözése is volt. Művét az Okit 2009-ben díjazta. Méltán büszke, hogy 2011-ben Kurló László díjat.